Európai Kórus Zeneszerzői díjat nyert Balatoni Sándor orgonista, karnagy és zeneszerző, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának tanára. Gyerekkorom óta foglalkozok zenével, aztán a középiskola évek alatt egy kicsit kerülöttettem, mert a kereskedelmi szakközépiskolába érettségiztem, illetve a közgazdasági kar felé indultam el, aztán ott jöttem rá igazából, hogy nekem inkább a zenei pálya való, vagy azon érzem magam igazán otthonosan és jól, úgyhogy utána kezdtem itt Pécsen a zenei szakközépiskolában zeneszerzést tanulni, és onnan meg már úgy egyenesen jöttek először a kántorképző, aztán egyházkarnagyképző Budapesten, és akkor a Pécsi Tudományegyetemen pedig először karvezetés, aztán orgonaművészi diploma, és akkor most végül, ha igaz, akkor nem sokára a doktorimat is meg tudom védeni. Gyakorlatilag reggeltől estig valamilyen szinten zenével foglalkozok, és ilyen szempontból nagyon örülök neki, hogy ugyanúgy motivál engem a kóruszene, az orgonazene, a zeneszerzés, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig azzal foglalkozhatok, amihez éppen kedvem van. Tanársegédként különféle tantárgyakat, transzponálást, partitúraolvasást, társaséneket, kórusismeretet tanít, de az egyetemen kívül is zenél. A Pius templom orgonistája és karnagya, és az idén 60 éves Mecsek kórus vezetője, mindemellett pedig zenét is szerez. Mindig is foglalkozhatott a zeneszerzés és az improvizáció is. A tevékenységeim folytán sokszor nincs annyi időm komponálásra, improvizálni, mint amennyit szeretnék. Úgyhogy én ilyen szempontból nem tartom magam főállású zeneszerzőnek, viszont megvan az a szerencsém, hogy ráérek akkor komponálni, amikor éppen tényleg van hozzá inspirációm és van hozzá kedvem és energiám is. Idén úgy döntött, megméretteti tehetségét. Az Európai Kórus Szövetség pályázatára adta be férfi karra írt Cantate Domino című darabját. 51 pályamű közül 3 nyertest választott a nemzetközi zsűri, mindhárom kategóriában magyar zeneszerző győzedelmeskedett. Nekem főleg azért nagy megtiszteltetés, hiszen azért Tóth Péter vagy Gyöngyösi Levente úgy gondolom a szakmában egy elismert, nagy tiszteletnek örvendő név, és egy ilyen társaságba bekerülni mindig egy nagy öröm, egy nagy megtiszteltetés. A művészeti versenyeken ugye mindig kicsit nehéz, meg mindig máshogy áll hozzá az ember, mint mondjuk egy sporteseményhez, ahol másodpercekben lehet mérni az eredményeket. A művészetnél én biztos vagyok benne, hogy a többiek pályaműve is magas színvonalat ütött meg, és magasan kvalifikált zeneszerzők küldték be a műveiket. Ez csupán a zsűrinek valamilyen szinten már a szubjektív véleménye, és ezért nagyon nagy öröm számomra, hogy az én művemet méltónak találták arra, hogy a legjobbak között lehessen. A művel különleges a kapcsolatom. Egyfelől mindig öröm, hogyha valaki más adja elő az ember szerzeményét. Mindig kíváncsi vagyok, hogy másnak vajon mit mond az én művem, más hogyan interpretálja, hogyan értelmezi az én gondolataimat. A másik oldalról viszont különleges élmény a saját művemben valamilyen szinten részt venni. Ugye a Mecsek kórussal is már több művemet mutattuk be, ahol részt vettem, illetve hát a férfi karnak is több mint 10 éve vagyok tagja. Így értelemszerűen, amikor bemutatásra került dr. Lakner Tamás vezényletével, akkor én is bent álltam a kórusba, és belülről hallhattam, élhettem át a műnek minden részletét. Hogy legközelebb mikor lesz hallható a mű, még nem tudni, de az biztos, hogy a díj értelmében jövő nyáron az észtországi Tallinnban, az Európa Cantat Fesztiválon egy nemzetközi kórus mutatja majd be.